Az Európai Unió belügyminiszterei megegyeztek az új migrációs csomag fő elemeiről. Eszerint nem lesz kötelező kvótarendszer a menekültek elosztásánál, a tagállamok pénzzel is kifejezhetik majd a szolidaritásukat a nyomás alatt álló országok felé. Ezzel egy jelentős magyar követelés teljesült. Az uniós belügyminiszterek luxemburgi ülésén a vezetők úgy döntöttek, hogy három módszerrel segíthetik majd azon tagállamokat, amelyekben súlyos a menekültügyi helyzet. Vagy migránsokat vesznek át tőlük, vagy a kitoloncolásra ítélt emberek hazaszállításában vesznek részt, vagy pedig pénzügyi segítséget nyújtanak számukra. Ami Belarusban és Ukrajnában történt, az teljesen más megvilágításba helyezte a dolgokat, mint amit a földközi-tengeri történéseknél láttunk. Ez másfajta érzékenységet váltott ki, mostanra mindenki érzékenyé vált a migrációs kérdésekre, mondta a francia belügyminiszter Gérard Darmanin. A résztvevők szerint a megállapodás segíti majd a külső határok megerősítését, ugyanis ez az alapfeltétele a korlátozás nélküli utazásnak a schengeni övezeten belül. Tudnunk kell azt, ha ukránok millióit be tudjuk fogadni, akkor el tudunk látni pár ezer olyan embert is, aki nem Ukrajnából jön, hanem délről, és más kultúrából, más nyelvi és vallási közegből érkezik. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor soha nem lesz hiteles az EU, mondta Jean Asselborn, luxemburgi külügyminiszter. Civil szervezetek üdvözölték a megegyezés hírét, de további részleteket szeretnének tudni róla. A csomagról még az Európai Parlamenttel is meg kell majd állapodni.